akkori tévésorozat alkotói talán megbocsátják nekem, hogy kölcsön vettem a sikeres gyermekfilm címét, de ez a meghatározás tökéletesen illik forgatási helyszínünkre, a Csingerrölgyben található Bányászati Múzeumra is, ahol képet kaphatunk a hazai bányászkodás, elsősorban a szénbányászat múltjáról. Mindazokért szól a dal, kiket már a sírtak a jól. Megnézik, ott lenne, alul ott van egy strand, és a nagy medvőhányú itt van fölötte. Tényleg oda nézze. Évente csak nem 200 sétát és túrát szervez a Veszprémi Túrajó, amivel kifejezetten a Veszprém, illetve a Bakony és Balaton térségében felelhető kulturális értékek népszerűsítésére vállalkozik. Túravezetői elhivatott, jól felkészült szakemberek. Mivel az Ajka TV és az Ajkai Szó közösen készített sorozatot az Ajkai Bányászati Múzeumról, ide kívánkozik az Ajka Csingervölgyben évente 6-7 alkalommal megszervezett Fiúk a bányából című sétájuk, aminek vezetője ugyancsak hivatott szakember, a Bányászati Múzeum szakmai vezetője, Horváth Károly, nyugalmazott bányamérnök, vizsgázott geotúravezető. A túrán való részvételünkkel kíváncsiak voltunk arra, mi is rejtőzik még a Molnár Gábor parkerdőben és környezetében, melyek azok a még ma is felelhető, az egykori Ajka környéki szénbányászathoz köthető értékek, amelyek érdemesek nem csak a megtekintésre, de a dokumentálásra is. Videokamerával felszerelkezve vágtunk neki az útnak, aminek kiinduló pontja a Csingeri 4. Károly kápolna volt. Itt rövid bemutatkozás után túravezetőnk rögtön a tárgyra tért, és megmutatott egy igazi Davy lámpát, ami valamikor minden bányász életmentő felszerelése volt, később azonban csak a bánya levegőjének ellenőrzésére használták az ezzel megbízott személyek. Az ötletes találmány alapján készült készülék ugyanis az esetleges metánszivárgás mellett kimutatta azt is, van-e elegendő mennyiségű oxigén a bánya levegőjében. A túra második állomása a Csingervölgyi Mozdony volt, ami kalandos előélete után, az ország több régióját bejárva, került a bányához. Itt szolgált nyugdíjba vonulásáig, és a bányát szeretők, a kulturális értékek megmentése iránt fogékony emberek összefogásának köszönheti jelenlegi helyét. A túravezetőit bemutatta az Ajka környékén felelhető és bányászható barnaszín egyik utolsók közötti példányát is, amit az érdeklődők kézbe is vehettek. Többek között megtudhattuk, hogy bár feketének tűnik, de mégis barna színről beszélünk, mert a por a barna, és egy fehér papírlapon végighúzva is barna színű nyomot hagy. Nem feledkezett el Horváth Károly a környékben bányászott ércekről, az alumínium gyártás alapját képező bauxitról és a kemény acélok előállításához nélkülözhetetlen mangáról sem, bemutatva az ezeket tartalmazó kőzetek különböző példányait. Összehasonlításképpen egy máshol kibányászott fekete szén darabot is megmutatott, csak hogy a túrázók érzékeljék a kétféle szén közötti különbséget. Vezetőnk külön felhívta a figyelmet a környéken bőséggel található, a szénrétegek feletti meddőben előforduló úgynevezett numuliteszekre, ezekre az apró, megkövesedett egysejtőekre, amit Szent László pénzének is hív a köznyelv, és település nevek is őrzik az emlékét. Az egyik kapcsolódó legenda szerint, amikor a besenyők üldözőbe vették Szent László királyt, bízva az ellenség kapzsiságában aranyakat szórt a földre, így menekült meg vitézeivel együtt. A besenyők elé szórt aranyak azonban hamarosan kővé változtak. Horváth Károly eredeti fényképfelvételeket is mutatott a környékről, bizonyítandó, hogy vannak épületek, amelyek már 100 évvel ezelőtt is itt álltak. Az úgynevezett bányász kolóniák, mint ahogyan utunk következő állomásán a 4. Károlyról elnevezett kápolnában megtudhattuk, mindig a bányával együtt költöztek. Újabb és újabb telepek feltárása után, hogy a munkába járás ne vegyen el túlságosan hosszú időt, a bányász lakókat is új helyen építették fel. Egyébként nagyon sokan jártak a környező, sőt távolabbi településekről is dolgozni az ajkai bányákba. Az ő szállításukat az utolsó időkben, nem lévén megfelelő közösségi közlekedés, bányagyáratokkal, autóbuszokkal oldották meg. A szemfülesebb utazni vágyók vagy kényszerülők ezekre a buszokra feljutva érhették el úti céljukat, még ha nem is dolgoztak a szénbányánál.
A kápolna létesítésének legnagyobb harcosa egyébként a környéken ugyancsak legendásnak számító plébános, a 2009-ben elhunyt Tomos Sándor volt. Az építkezésben betöltött szerepért emléktábla őrzi a nevét a kápolna bejárata mellett. Egyre többen fedezik fel maguknak az egykori kripton gyárat, amiben a világon elsőként indult meg az ipari méretű kripton termelés 1938-ban. Létrejöttét természetesen a környező bányákból származó, szénnel fűtött erőművek által biztosított bőséges energiaellátásnak köszönheti. Az akkori Egyesült Izzót tulajdonát képező épületben a Bródi Imre és munkatársai által kikísérletezett módszerrel egészen a háború végéig folytott takarékos és nagyfényt adó izzókhoz szükséges kripton gáz előállítása. Naponta mintegy 3,5 liter folyékony kriptont állítottak elő, ami több ezer villanyégő töltéséhez volt elegendő. A kripton gyár a háború után az Ajkai üveggyár tulajdonába került, és ennek megfelelő termelés folyt itt, de később hasznosították többféle közösségi célra is. Például itt edzett valamikor az NB1-es nagypályás, Ajkai női kézilabda csapat is. Ezután sokáig üresen állt, de az elmúlt hónapokban úgy tűnik sikerült újjáéleszteni az épületet, és egy igazi multikulturális tér alakulhat itt ki, otthont adva a különböző művészeti ágaknak. A túra ezt követően a Molnár Gábor parkerdő bejáratához és a közeli meddőhányóhoz vezetett, ahol a több évtizedes működés során kibányászott kőzetet halmozták fel. Így lett az egykori völgyből domb. Ide már csak 1300 méterre van a bányászati múzeum, a mi útunk azonban nem oda, hanem az egykori kiserőműhöz, illetve a szénosztályozóhoz vezetett. Útba ejtettünk egy-két bánya lejáratot is, sőt be is tekinthettünk ezekbe az egykori vágatokba. Talán ez volt a kirándulás legromantikusabb része, bekukkantani oda, ahol valamikor a bányászok leszálltak, az ide nem egyszer 2 kilométer a föld alatt található munkahelyükre, illetve mozgatták a munkáik végzéséhez szükséges gépeket. Most előkerültek az elemlámpák és a mobiltelefonok, hogy némi fény csempészenek a bánya sötétjébe. A főtén, illetve az oldalfalakon így csodálhattuk meg a rozsdásodó, de még ma is kitartó fémtámokat, biztosító berendezéseket. Látszik, hogy ilyen csavarokkal van összefogatva. Most ezt úgy hívják, hogy kapuszelvény, mert úgy néz ki, mint a kapu, de klasszikusan a bányában nem ilyen volt, hanem körszelvény volt. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy 4 részből állt, tehát fönn egy, két oldalt, egy, meg alul egy, és akkor ilyen csavarokkal volt összefogatva. És ez azért volt jó, mert hogyha olyan nyomás viszonyok voltak, hogy alulról, fölülről vagy oldalról egy nagy nyomás jött rá vágatra, akkor ezek a vasak egymásba el tudtak csúszni, olyan, attól függetlenül, hogy összetörtek volna. Hogyha ez megfelelő nyomatékkal volt meghúzva. Tehát nem szabad nagyon meghúzni, csak meghatározott nyomatékkal. És akkor ebből a szelvényből, amit itt láttak, egy kisebb szelvény lett, de a bányász attól függetlenül még ki tudott például menni abban a szelvényből. Feltétlenül meg kell itt emlékeznünk néhai Czekélius Günterről, alias Bódai Gáborról, aki leleményességével és ezeknek a vágatoknak a célszerű átalakításával több ezernyi életet mentett meg a front átvonulása során 1945-ben. Ugyancsak érdekesség, hogy az 50-es években egy nagy strand is működött itt az Ármin bánya területén, ahová örömmel jártak a bányászok és családtagjaik. Az egyik túrázó kérdésére Horváth Károly szomorúan idézte fel a saját élményeit a bánya bezárással kapcsolatban. Hát nézze, az az igazság, hogy hát nem a legkellemesebb érzés, de az ember idővel túlteszi magát rajta. Uh-huh. És szóval különösen akkor, most ezt különösen képzeljük el, amikor valaki itt dolgozik, effektíven különböző beosztásokban, és akkor megszűnik a termelés, és nekem meg itt kellett még maradni, ugye? És akkor aki a saját akkor építette addig a gépeket, meg a mit tudom, berendezéseket, meg minden, azt most mindent őneki kell tönkretenni. Hát ez egy bolt, hát ez volt nagyon nehéz túlélni. És ez aztán tönkretétel már... volt? Bocsánat, ez tönkretétel volt, vagy átszállították egyik termelőhelyre? Nem, ez nálunk sajnos meg úgy néz ki majdnem, mint hogy tönkretétel. 2004-ben, amikor bezárták a bányát, akkor még előtte egy évvel olyan terveket kellett készíteni, hogy mi lesz majd még 5 év múlva. Most ennek megfelelően meg kellett rendelnünk gépállományokat, tehát nekünk itt nagyon sok német gépünk volt, amik abban az időben is nagyon drágák voltak. Tehát
ahhoz egy csavar, egy ilyen 20 mm átmérő, 80 mm hosszú csavar, az csak példaképpen mondom, az 5-600 forintba került például. Na most akkor ilyen nagy kaparó teknők, meg minden adok, meg 500 ezerbe. Na most ilyenekből kellett nekünk rendelni, még akkor. Amire megjött az állomány, addigra elhatározták a tulajdonosok, hogy be kell zárni a bányát, és úgy, ahogyan megjött az a cucc, szépen kirakták, ugye az erőműhöz tartoztunk, már akkor az erőmű területén lerakták, onnan el kellett vinni az Ocskavasba, és eladták Ocskavasba. Hát ez iszonyat, tehát, és ez mindennel így volt. Tehát a bányaveli berendezések is, ugye azok is olyanok voltak általában, hogy az csak bányába használható fel. Most ebből fakadóan, én nem azt mondom, mert volt olyan, amit el tudtunk adni Ukrajnába, meg tudom én hova, Lengyelországba vittek el gépeket, meg Spanyolországban, meg innen adtunk el gépeket, de zömébe, ami nem volt piacképes, ami be volt építve állandóan, az Bolócskaras lett mindenből. A színosztályozó már szintén nem nagyon hasonlít egykori önmagára, azonban arra jó, hogy a túravezető segítségével felidézzük a régi munkafolyamatokat. Ez a bányában a szének a végállomása volt gyakorlatilag, tehát innen itt adták fel a kötélpályára a szenet. A bányákból itt nálunk Ajkán három kötélpálya volt, amiben beszállították a szenet a központi osztályzóra, ami ott van Ajka központjában, ugye látták, esetleg van egy ilyen fejtetőre állított bányász jelvénynek a tetején, az erőmű szomszédságába. Tehát kötélpályából beszállították a szenet, ott osztályozták, és akkor utána egy részét, jó részét az erőmű használta fel, másik részét lakossági szénként használták fel, a harmadik részét pedig elszállították innen különböző helyekre. Többek között Inotára, de például Tisza Palkonyára is szállítottak innen szenet, egészen a 90-es évek végéig. Úgyhogy, tehát itt volt a végállomás. Most hogyan történt ez az egész dolog? Ugye kint mondtam, hogy volt egy szállítószalag, emlékeznek rá, ami végül is az osztályozás után ide följött ennek a tetejére, ennek a épületnek a tetejére, a kívülről, amit láttunk. Ebben az épületben, ott azon az oldalon, majd oda fogunk menni, ott van három darab 100 köbméteres ilyen bunker, tehát ilyen síró, ahol letöltötték a szenet. Megnéztük a valamikori osztályozó bunkereket is, amelyek falára egykor feltapadt a nedves szénpor, ami még csodák csodája, a mai napig is potyog lefelé és összegyűlik a bunkerek nyílása alatt. Az egyik látogató egy elhagyott rozsdás szerszámon azt is megmutatta, milyen volt egykor az úgynevezett szívlapát. Bár ez a példány vagy alaposan elkopott, vagy nem is az volt, ezt ma már nehéz lenne eldönteni. Túránk a valamikori központi bányamentő állomásnál ért véget, amire ugyancsak ráférne már egy tisztasági festés. De félre a tréfával, az ajkai önkormányzat igenis tervezi az épület rekonstrukcióját, akár közösségi tér, vagy üzlet is kerülhet ide, de ez azonban még igencsak a jövő zenéje. Pályázati forrásokat kell találni hozzá, ahhoz pedig megfelelő pályázati kiírások kellenének. Önerejéből a város ilyesmire valószínűleg képtelen lenne. Mindenféle intézmények voltak itt. A legutolsó időszakban a felső részen, illetve a oldalt részben fürdő volt, részben irodák voltak, de a legfontosabb funkció a központi bányamentő állomás volt. Tehát az a KBA, amiről ki van írva egy, az azt jelenti központi bányamentő állomás. És itt ebben az alsó részben itt voltak a bányamentésnek a különböző eszközeit, itt tárolták vizsgáló eszközöket, itt volt egy ilyen futópad, aminek elvezelje még itt is, hogy jelen pillanatban is itt irodák voltak. Itt pedig álltak a bányamentésnek az autói, vagy cseppelő autók, aztán végén már nem azok, hanem eszközök itt voltak. És akkor itt pedig van egy terem, ami valamikor jelenőnek volt a gépterme, meg aztán itt volt az oktatás, mert ugye a bányamentő állózatról annyit szeretnék azért elmondani hamar gyorsan, hogy hát a bányamentőknek ugye mikor kellett közbelépni, megavatkozni? Akkor kellett beavatkozni, amikor az egyszerű bányász, az egyszerű munkás, meg hát a felszerelés nélkül nem tudott dolgozni. Tehát vagy víz volt, vagy tűz volt, vagy gáz volt, vagy olyan omlás volt, ahova csak speciális szakképzettséggel lehetett beavatkozni, ott a bányamentőket vették igénybe. A bányamentők ezért különleges kiképzést kaptak, és jó egészségi állapotnak kellett nekik körvendeni, mindig
különböző vizsgálatokon kellett időszakos orvosi vizsgálatokon részt venni, és szigorúak voltak gyakorlatokon. És a rendszer pedig úgy működött, hogy itt volt a központi bányamentőállomás, nálunk nem hivatásos bányamentők voltak, hanem a dolgozók közül voltak a bányamentők behívva, akinek volt ilyen vizsgája. Egy hetes turnusokra behívták ide őket, és akkor egy hétig itt volt egy társaság, ha be kellett avatkozni, ki kellett megtenni, akkor azonnal behívtak még 7 ember, és akkor azok foglalták el a kimenő bányamentőknek a helyét. Egy bányamentőre az 5 főből állt, volt egy vezető, egy bányász, egy villanyszerelő, egy lakatos, illetve 2 bányász, egy lakatos villanyszerelő, meg a vezető. Tehát ennyi részből állt a bányamentő társaság. Na most akkor, amikor ugye itt korábbi időszakban például Ajka 90-es évek elején még nem volt tűzoltósá se. Tehát bármilyen tűz vagy valami volt, akkor innen a bányamentőket riasztották, aztán azok látták ezeket a feladatokat is többek között, de ugyanígy akár Halingba, Nyirád, aztán Urkut, de még Dudar, Barinka részére is innen csináltak szolgáltatást. És ugye hát itt nagy probléma volt a készülékbe történő munkavégzés, ami külön igénybevétel volt, mert ezt a készüléket úgy képzeljék el, mint a búvár készülékben lenne az ember. Tehát teljesen a külső térnek a kizárásával kellett munkát végezni, sőt nem is szabadott ugye, hogy onnan kapjon az ember levegőt vagy valamit, mert akkor az halálos dózis is lehetett adott esetben. A munkavégzés során 2 vagy 4 órás bevetések voltak, tehát olyan oxigénpalackok voltak a készülékekben, ami vagy 2 órás volt, vagy 4 órás, az azt jelentette, hogy 2 órásnál 1 óra munkavégzés, 1 óra pedig a visszavonulás volt. És hát ugye ezek olyan készülékek voltak, ami részben saját magára voltak az oxigént, az illető, amikor szükség volt rá, de volt benne egy lugos szerence, ami viszont regenerálta a levegőt, és mindig megfelelő, hát a bizonyos mértékig megfelelően levegőt tudott előállítani. Tehát egy körforgás volt, amit kifújt az illető, átment ezen a szerencén, és akkor, amikor úgy érezte az illető, hogy plusz oxigénre van szükség, akkor arra volt magának az oxigénből. Na most ez a módszer, ami volt, ugye ez maga után mondta azt is, hogy hát ez nagyon veszélyes üzem volt, mert például, hogyha valaki szeszes italt fogyasztott, érdekességképpen mondom, előtte, hogy bevetésre került, fölvette ezt a készüléket, ugye itt nem ment ki az alkohol, hanem az körbe-körbe forgott. Tehát egy felestől úgy be tudott rúgni az illető, hogy úgy kellett kihozni a bányába. Ez egy nagyon, nagyon szigorú előírás volt az, hogy ha valaki, ugye nem szabadott inni, ez tény és való, de valaki mégis netalántán erre vetemedett, úgy ment munkára, aztán bevetésre került volna sor, akkor mondja meg akármi is van, mert az életveszélyes dolgot is eredményezhetett adott szituációban. Na most akkor, amikor kimentek a bányamentők innen, akkor ugye volt olyan helyzet is, hogy nagy vész volt, tűz, víz, egyéb, más egyéb, akkor még plusz bányamentőket kellett behozni. Erre a cég ide építette ezt a, hogy kimegyünk, lehet látni ezt az emeletes házat, amiben kimondottan bányamentőknek adtak lakást, tehát akkor, amikor innen tényleg már kivonult a társaság, akkor onnan jöttek a bányamentők, és jöttek át ide, és folytatták tovább a szolgálatot. Tehát ez egy ilyen szolgálat volt. Nagyon kemény gyakorlatok voltak készülékbe, amit onnan szigorú orvosi vizsgálatok követtek, és hogyha valaki nem felelt meg, akkor kiszuperálták onnan ebből a szervezetből. A túravezető végezetül felhívta a figyelmet a túrajó máshol, többek között az Inotai erőműben, a Hajmáskéri katonavárosban, a Balatonfüredi és Tapolcai Zsidónegyedben, az Almádi Villágban vagy Veszprém szinte valamilyen városrészében vezetett sétáira, valamint Ajka és környékének egyéb nevezetességeire, a Bakony szépségére, a Kaphegyre vezető túrák élményszerűségére. Végül mindenkit meginvitált a Bányászati Múzeumba is, ami Ajka Csingervölgy múltjának egy újabb szeletével ismerteti meg a látogatókat. Hát én nagy élményként ért,
mert minden régi érdekel. Amúgy szakmailag építészetben vagyok, tehát az építészetben is van, ez teljesen más az ipartörténeti emlék, kultúremlék. Akkor belát olyasmit is, ami régebben volt, de már nem látszik, persze, ugye? Mint építész. Igen. És mi vitte rá arra egyáltalán, hogy jelentkezzen egy ilyen túrára? Barátom invitált, mert sajnos nincs olyan hatalmas számítógépes tudásom, hogy regisztráljunk. Ő menten regisztrált, feleségemmel mint általában 2-3 hetente jövünk valamelyik kis túraútvonalra erre, úgyhogy ismerjük a terepet. Akkor merni ajánlani a másoknak is, barátainak is? Mindenkinek, mindenkinek ajánlom.